A dohányzásnak számos káros hatása van. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét, legfőképpen az érszűkületét és szívinfarktusét. Emellett növeli a lábakat érintő vérellátási zavarok esélyét is, ezért a dohányosoknál gyakran kerül sor az alsó végtag amputációjára. Tüdőbetegségek közül legnagyobb mértékben az asztma, hörkurut és tüdőtágulás keletkezéséhez járul hozzá. A dohányzás nagy szerepet játszhat rákos daganatok kialakulásában is. Leggyakoribb a tüdőrák, de okozhat húgyhólyag, vese, gége, nyelőcső, szájüregi, vastagbél, végbél, máj, gyomor és hasnyálmirigy rákot is. Sajnos ez a káros szenvedély nem csak magát a dohányzót veszélyezteti, hanem azokat is, akik ki vannak téve a cigifüstnek, azaz a passzív dohányosokat. Sőt, őket még inkább, mert a mellékfüst, melyet a passzív dohányos lélegez be, még nagyobb arányban tartalmaz káros anyagokat, mint az úgynevezett főfüst, melyet a dohányos maga lélegez be. Ha egy nem dohányzó hosszan tartózkodik egy dohányfüsttel teli helyiségben, különböző panaszok jelentkezhetnek nála, mint például tüsszögés, kölgés, légzési gondok, fejfájás, szédülés, hányinger, torokfájás és rekedtség. Értelemszerűen, ha valaki nap mint nap ki van téve ennek, nála is jelentkezhetnek a dohányzás előbbiekben megemlített káros hatásai. A dohányzásnak az egyes nemeket külön-külön érintő hatásai is vannak. Nőknél a tüdőrák, koszorúérbetegségek, infarktus, stroke, cukorbetegség és bőrrák kialakulása gyakoribb, mint a férfiaknál. A dohányzás okozta ráncok a nőknél gyakrabban és hamarabb alakulnak ki. A dohányzás miatt korábban következhet be a menopauza, és növeli az ezzel járó csontritkulás mértékét. És ameddig ez nem következik be, addig is erősíti a menstruációs fájdalmakat. Növeli a pszichiátriai problémák, úgy, mint szorongás, evészavar, figyelemzavar, alkoholfüggőség esélyeit. Terhesség alatt a dohányzás tulajdonképpen egy downgrade a gyerekem. Növeli a szülési problémák esélyét, mint például a méhenkívüli terhesség vagy a metélés. Ha a gyerek meg is születik, növeli a koraszülöttség esélyét, a gyerek légzési problémákkal, csökkentett súllyal vagy értelmi képességekkel születhet. Szoptatás alatt is érdemes elkerülni a dohányzást, ugyanis káros anyagok bejuthatnak az anyatejbe. A férfiaknál is problémákat okozhat, itt lehetséges káros hatás a tüdőrák, bőrrák, szív- és érrendszeri betegségek, de statisztikák alapján kisebb mértékben, mint a nőknél. Na gyere ide, asszony, népesítsük be a Kárpát-medencét! Férfiaknál okozhat impotenciát, illetve az apuka ondósejtjének mennyiségét és minőségét csökkentheti, illetve elősegíti a rákra hajlamos gének továbbadását.